Sziasztok! Szép jó estét mindenkinek! Remélem minden fasza minden jó. Vagy csak én képzelődöm? Hú, gyerekek, annyi minden van, amiről kéne beszélni, hogy... Azt veszem észre, hogy megvan hűve a világ. Minden tekintetbe. Ezt látom. De remélem, ti azért nehezén túl vagytok. Na. Mivel kezdjünk? Kezdem a rosszal, jó? Aztán majd valami lesz. Elszabadult a forint, nem lehet pórázon tartani. Ami azt jelenti, hogy újabb áremelkedések lesznek. Mi még továbbra is otthon ülünk. Várunk valamire, valami isteni jelre. Arra várunk, hogy mindenki megmozduljon, várunk, hogy a gazdák följöjjenek traktorra, várjuk, hogy a tanárok kijöjjenek, várjuk, hogy a nővér orvosok kijöjjenek, várjuk, hogy a banki devizakárosultak kijöjjenek az utcára, aztán együtt tegyünk rendet. De mindaddig, amíg várunk, telik az idő, és olyan intézkedések jönnek, amelyeknek éppen mi, visszük meg a levét, akik továbbra is várunk. Mivel, hogy van jó pár Bertalan ismerősöm, úgyhogy a mai napra Isten éltesse a születésnaposokat, és kedves Bertalanok, nekem ez vezetéknév hozzáteszem, Isten éltessen benneteket, illetve a születésnaposokat erőbe, egészségbe. Na. Szóval, még mindig várunk. Lehet várni, csak minden egyes várással eltöltött idő, az a baj, hogy az életünkből is elviszi az időt. És látom, hogy föl vagytok bojdulva, meg vagytok őrülve valami miatt, de abszolút nem gondolkodtok. Abszolút. És amikor meg kifejtem a véleményemet, és elmondom, hogy mire lehet számítani, meg hogy mi miért történik, akkor megkapom, hogy én azért tudok sokat, mert fideszes vagyok. Nem, barátom. Én azért tudok sokat, mert van eszem. Figyelem a rohadt törvényeket, rendeleteket, amiket a nyakatokba akasztanak, mert ti megragadtok egy mondatnál, vagy egy betűné, vagy egy vesszőné, de tovább nem gondoljátok. És akkor kezdem. Gazda tüntetés és az augusztus 20. Mióta a Valagam Likas augusztus 20-án tűzi játék van az országban. Nem egy váratlan esemény, gyerekek, augusztus 20-án tűzi játéknak lenni az országban. Ekkor mindenki tudja, hogy Budapest egyes részein parkolási, megállási tilalom van, le van zárva a rakpart. És most arra kérlek, hogy gondolkodjatok, de kurva gyorsan, azok is, akik baromságot terveznek, mert rámehet az életed egy pár napon belül, aztán nyekeregsz majd a rácsosba, barátom, amikor majd nem engednek ki, mert megint fasságokat csináltok. Nem mondok nevet, akinek inge az öltözködjön föl, de gyorsan. Tehát, augusztus 20, világ életbe, tűzijáték, volt ez egyszer alkotmány ünnepe, volt az új kenyér ünnepe, Szent István, meg államalapítás, de minden magyar augusztus 20-án a tűzijátékot várja. 2006 kudarca után, mikor emberéleteket követelt a vihar, és akkor viszont
lett kiadva figyelmeztetés, de az illetékesek úgy gondolták, hogy rájuk ez nem vonatkozik. Családok veszítették el hozzátartozójukat. Most vihart mondtak. Több olyan helyszín is volt, ahol szakadó esőbe tartották meg az országba a tűzijátékot. Viharos szél mellett tartották meg a tűzijátékot, de Budapestet elkerülte a vihar. Nem fog belemenni, hogy ki hibázott és ki nem. Ettől függetlenül felmentettek két embert a munkája, illetve a munkahelyén, mert jön a mellé beszélés, ugye, hogy nem az augusztus 20 miatt, de igenis az augusztus 20 miatt, mert akkor a politikai nyomás helyeződött az OMS valamennyi munkatársára, aminél úgy látták helyesnek, hogy leállítják a tűzijátékot. Az, hogy helyes döntést hoztak-e vagy nem, nem célom bírálni a meteorológiai szolgálat munkatársait, nem értek a radarképekhez, hozzáteszem, hogy nem értek a radarképekhez, tehát nekem akármilyen radarképet küldtök, én nem értek hozzá, nem foglalkozom ezzel, tehát nem is érdekel, erre megvannak a megfelelő szakemberek. Ők úgy határozták, olyan szakemberek határoztak a tűzijáték elmaradása mellett, akik ezzel foglalkoznak nap mint nap. De bejelentették, hogy augusztus 20-a helyett, és itt jön a csavar, augusztus 27-én lesz megtartva a tűzijáték. Nem mondjátok azt, hogy ezt az elmúlt 24 órában hallottátok először, mert ki is írtam róla egy dolgot, de augusztus 27-én meg lesz tartva az állam alapítási tűzijáték, amivel nincsen gond. Ugyanis az a cég, aki a tűzijátékot lebonyolítja, az előfinanszírozás keretein belül 2 milliárd forintról szólt a szerződés, 1,3 milliárd forintért, tehát 2 milliárd forintról szólt a szerződés, és 1,3 milliárd forintért nettó összegről beszélünk, megvásárolta a tűzijátékhoz a pirotechnikai eszközöket. Kifizette azoknak a hajóknak a kötbérét, akik vesztegeltek volna, illetve a hajóstársaságnak a kötbérét, akik vesztegeltek volna a Dunán ez idő alatt, ettől függetlenül nem vesztegelt senki se, tehát ezt vissza fogják utalni. 27-én így is úgy is vesztegelni fognak a Dunán, tehát teljesen mindegy, de gondolom lesz valami elszámolás. Megépítette a helyet, ahol a tűzijáték lesz fellőve, le van zárva az alsó rakpart, az ott lévő berendezések nincsenek elbontva. Már hétfőn lehetett tudni, hogy megtartják a tűzijátékot, pont, kész, ennyi. Tehát ez, akárhogy számolom, 650 millió forint nettó költséggel lesznek eldurrogtatva a tűzijátékok, de még egyszer is mondom, hogy ebben minden benne van, tehát még a hajók, illetve a hajós társaságok kárigénye is beletartozik. Ilyen árak vannak Magyarországon, el kell fogadni, tehát most ezen nem kell vitatkozni. Na! Egy hónapja be van harangozva egy országos gazdatüntetésnek nevezett demonstráció, ami augusztus 13-án lett bejelentve. Augusztus 13-án, miközben már hetekkel, hónapokkal korábban 10 évre titkosították a 2022-es tűzijáték költségét, illetve komplett költségvetését. 10 évre titkosították.
Már a tüntetés bejelentése is szabálytalan volt, hogyha a hatályos jogszabályokat nézzük, ugyanis a bejelentéstől számított 48 órán belül nem lehet kikommunikálni. Ami azt jelenti, hogy miután a rendőrség engedélyezi a demonstrációt, nevezzük így, demonstrációt, utána 48 órán belül nem lehet kikommunikálva. Ez már ki volt kommunikálva hónapokkal ezelőtt, ettől függetlenül ezen dolgot a rendőrség úgy volt vele, hogy nincsen Facebook oldal, meg ilyen-olyan dolog, méltányossági alapból engedélyezte. Igen ám, de nem engedte a bíróság, később korlátozták ezt a demonstrációt, korlátozták, és azzal a korláttal, hogy 26-án lehet elfoglalni az alsó rakpartot, és ott lehet lenni 31-én. Pont ennyi történt, nem történt semmi olyan dolog, ami ne fért volna bele. De még egyszer is mondom, hogy korábban be lett jelentve, hogy ugye a rossz idő esetén, mivel hogy elmaradt a tűzijáték, csak ugye ezt azok nem fogják érteni, akik abszolút alkalmatlanok a gondolkodásra, csak küldtött nekem ilyen levelet, hogy a demokrácia megszűnt Magyarországon. Nem szűnt meg a demokrácia, csak néhány marha, nem is volt demokrácia Magyarországon, de néhány marha elhiszi egy-két vezetőnek, megvezető embernek, hogy az állam olyan intézkedéseket hoz, hogy ti legyetek korlátozva. Tehát be lett jelentve, hogy 27-én lesz a tűzijáték megtartva, a normálisabb emberek sejtették, hogy a gazda tüntetést nem fogják leengedni az alsó rakpartra, hogyha augusztus 27-én tűzijáték lesz. A bíróság már nem tudta korlátozni a korábban korlátozó határozattal kiengedett országos gazda tüntetés nevű eseményt. A rendőrség már nem tudta korlátozni a bíróság által kiadott engedélyt, így rendeleti kormányzás esetén a magyar kormány úgy gondolta, hogy ezt a bejelentett, engedélyezett rendezvényt, ezt abba a formába korlátozza, hogy nem mehetnek le a tűzijáték ideje alatt az alsó rakpartra. Nem mehetnek le. Sem a bíróságnak nem volt már jogköre, sem a rendőrségnek nem volt már jogköre, hisz jogerős engedéllyel rendelkeztek, de mivel, hogy 27-én lesz a tűzijáték, nem akarták összeengedni a két tömeget, abból amúgy is balhé lett volna, így hoztak egy ilyen rendeletet. De ez senki ellen nem szólt, még egyszer is mondom, mert itt nem csak a... Tehát itt nem a rendőrség hibázott, nem a bíróság hibázott, nem az időjárás hibázott, hanem fölállt egy olyan eset, amire nem volt jogorvoslat, gyerekek. Itt ez történt. A tűzijátékot így is, úgy is meg fogják tartani. Ha tetszik, ha nem. Ki garantálná, hogy az embereket ráengedik az egyik tömeget a másikra, és kialakul egy 2006-os esemény, amit már egyszer megéltünk. Ennyi történt, gyerekek. Nem kell mindennek bedőlni. Ennyi kérésem van. Jaj, látom, megint van valami trollszerűség, hagyjátok a picsába. Hagyjátok, ne etessétek őket, mondtam, hagyni kell, hadd mondja, majd abba hagyja. Nem kell vele foglalkozni. A másik dolog, ugyanezen eseményre várjátok, hogy miért nem toborzok.
Azért nem toborzok, mert nincsen koncepció. A másik dolog, hogy eltökélt szándékuk, hogy lemennek a rakpartra, és akkor most szólok a toborzóknak, annak a sok agy nélküli baromnak, hogy ott rendőri elvezetés lesz. Tehát úgy toborozzátok az embereket, úgy csináljátok a fasságotokat, hogy a ti rendelet is van róla, ráadásul meg is van határozva a rendeletben, hogy mit lehet és mit nem. Mikor bekerülsz a kóterbe, akkor jusson eszedbe a Bertalan Attila szava. Jó? Akkor jusson eszedbe, hogy én elmondtam, hogy ne menjetek ki. Kimehetsz, menj ki, de ne használd a rendszerváltós pólót, és ne a rendszerváltók nevébe kezdjél toborozni, hanem magánemberként. Mert mi ehhez nem adjuk a nevünket. Ehhez az egész bohóckodáshoz nem kell adni a nevünket, mert ez itt egy dzsemburi, kettő, amik az élő videóba lemennek, az már a nemzet lejáratása a nemzet előtt. Tehát így kezdjetek el gondolkodni. Normális, épeszű ember ide nem megy és nem azonosul, mert ami ott kint lennénk, akkor arról lenne szó, hogy a rendszerváltók csinálják a cirkuszt. Mindezt úgy, hogy a nagy csoportvezetők kint vannak nulla emberre és bennünket várnak. Erre a cirkuszra nem fogom adni a nevemet. Nem fogom adni. És nem fogom feláldozni egy baromságra a rendszerváltók közösségét. Nem fogom beáldozni. És ebben nem lehet azonosulni, és ebben nem kell toborozni. Nem kell. Nincs értelme toborozni. Mert az, ami ott megy, az egymás köpködése. Mi ezt megcsináltuk, velünk már ugyanezt eljátszották egy évvel ezelőtt, alig 365 napja, ugyanezt eljátszották velünk. Ugyanezt eljátszották velünk. És akik akkor kint voltak, azok tudják, hogy miről beszélek. És ugyanezekkel a főszereplőkkel. És ha megnézitek, Szabó Bálint rendezvényét, rá mindenki rátelepedett. Nincs kivétel, mindenki rátelepedett. Egyedül a rendszerváltók maradtak ki belőle, hála a jó Istennek. Azon is el kell gondolkodni, hogy 15 emberhez kimegy a tévés társaság, amikor kint van az országos gazdatüntetésen egy darab traktor, meg egy TZ4KB, egy csehszlovák gyártmányú kisrába, az van kint. Amikor meg ezrek, tízezrek vannak az utcán, az alkotmányos rend helyreállítása miatt, akkor egy tévé nem dugja ki az arcát. Amikor meg kimegyünk engedély nélkül a Margit hídra, akkor meg abban a pillanatban jönnek a balhéra, mert azt hiszik, hogy balhézni fogunk. Abban a pillanatban. Szóval fejjel menni a falnak kurva veszélyes dolog, mert fájni fog a fejed. Mára azt ígérték, hogy lesz 5 traktor, meg egy kombány, azok sem értek föl. A gazdák ehhez nem fogják adni a nevüket, mert megnéznek egy élő videót, az kifarolnak mögülle. Azok az emberek is kifarolnak mögülle, akik tenni akarnak. Azok az emberek is kifarolnak. És nincs értelme egy olyan dologba beállni, ahol korszakot szeretnének váltani, még egyszer is mondom, korszakot szeretnének váltani, és agrárrendszerváltásról beszélnek,
még az alkotmányos rend helyreállításáról, vagy éppen a valós és tényleges rendszerváltásról egy kakunyi mári mondat nincs. Valami szakrális királyságról beszélnek az elmerodjantak, erre ezt tudom mondani, szakrális királyságról, meg hogy a 46-os alkotmány, meg a 49-es alkotmány sem volt életben, okés. Szakrális királyság, nem is tudom mikor volt ebbe az országba, de 1920-tól itt alkotmányos királyság volt, hogyha a történelmi alkotmányról is beszélnek, a magukat apostoli királyságnak nevezők, itt alkotmányos királyság volt. Ebbe az országba. Itt nem volt szakrális. Korábban volt, de ki az a hét apostol, aki majd vezetni fogja az országot? Gyerekek! Kezd az egész átmenni agyrémbe, hogy láttok valami fasza beszédet, és most már tényleg ezt kell mondanom, hallottok valami hangzatos szavakat, aztán futtok oda, hátrahagyva mindazt a munkát, amit idáig, hónapokig, hetekig letettetek. Mert valaki azt mondta, hogy itt korszakot kell váltani. Észre se veszitek a különbséget. Hogy arra buzdítjátok az embereket, hogy majd neki menjen, meg lemenjen engedély nélkül lefoglalni az alsó rakpartot. Ugye visznek benneteket, mint a szart, aztán meg sipálkóz. Utána ki lesz a hülye? Ki vállalja azokért az emberekért a felelősséget? És erre tudod megint mi lenne? Tudod mi lenne? Hogy megint a rendszerváltók adták a tömeget. Aztán el lennénk nullázva. És kezdetek el rajta gondolkodni, de sürgősebbikből. Kezdetek el rajta gondolkodni. Ha örülnék, hogyha most mindenki lehiggadna. Én is feszült vagyok, mindenki feszült. Tisztában vagyok. Amíg a tanár nem megy ki, amíg a diák nem megy ki, amíg nem érti meg, hogy mit lehet ebbe a jogrendbe tenni, amíg a gazda nem érti meg, addig nem tudsz egységet alkotni. Láttátok, hogy ezekkel a csoportvezetőkkel nem lehet egységet alkotni. Kimaradtunk belőle, minden élő egy hete a Bertalan Attiláról szól, minden élő a Bertalan Attiláról szól, minden élő a rendszerváltókról szól, úgyhogy a rendszerváltók nincsenek ott, és azzal vádolnak bennünket, hogy rájuk telepettünk, ott se vagyunk, hála a jó Istennek. Kivittek nulla embert, még egyszer mondom, nulla embert vitt ki az összes csoportvezető, egymás köpködik, és ehhez álljunk mi oda. A nulla ember mellé. És akkor, itt éjjel megverték a rendőrök, gyerekek, bohózat, éjjel megverték a rendőrök valakit, de nem tudjuk, hogy kit, de 8 rendőr várta, és elkalapálták, de kit, azt nem tudjuk. Gyerekek, szappanopera. Ez a szappanoperák operája. És az idő engedi, 27-én meg lesz tartva a tűzijáték. Hiába tiltakoztok, meg lesz tartva a tűzijáték. Hiába tiltakoztok. El lett döntve. Gáspár neve napján az ország Gáspárt fog ünnepelni. És nem akarok ezekbe a tüntetésekbe beleállni, nem a negatívot akarom előhozni. Nem a negatívot akarom előhozni, hanem azt, hogy gondolkodjatok egy kicsit. És aki tudja, hogy az, hogy a bíróság már nem, bíróságnak már nem volt jogköre ezt a tüntetést korlátozni, mert már egyszer engedte. Ezért hoztak egy rendeletet. Ezért. Semmi másért nem hozták a rendeletet. Ezért hozták a rendeletet. De ebbe a kiabálás, köpködős, veszekedős, magamutogatós, egymásra mutogatós, disznósimogatós tüntetésbe, bocsássatok meg, úgyhogy a gazdák nincsenek ott, ebben nincs értelme belemenni. Azt mondták, hogy a traktorok bejöhetnek, mert nincs engedélyük, vagy megvan az engedélyük, nem jöhettek be. Az utolsó nagy gazdatüntetés, amin kint voltunk, az, ha jól emlékszem, 2005-ben volt.
Ha jól emlékszem, az talán 2005-ben volt a legutolsó nagy gazdatüntetés. Nem vagyok benne biztos, de jól emlékszem. Utána felszerelték Budapest valamennyi bevezető útjára a traktorral behajtani tilos táblát. Azok azóta is ott vannak. Azóta is ott vannak. Miről beszélünk? Van értelme? Erre akartok kimenni? Azért mondom, ha jól emlékszem, 2005-ben volt, amikor engedély nélkül bejöttek a traktorok a parlament elé. Azt hiszem 2005-ben volt, így van. A másik dolog, még egyszer is mondom, aki ki szeretne menni, menjen, de mi nem megyünk ki, akármilyen videókat legyártatok, akármilyen toborzó videókat legyártatok, hátulról melbetámadjátok a rendszerváltókat, hogy ki kell menni, nem kell kimenni. Aki ki akar menni, és aki biztatta az embereket, arról szeretnék élő videót is látni, hogy ott van. Mert pont azok még idáig nem mutatkoztak meg ezen a rendezvényen, akik erre biztatják az embereket. Egy se volt még kint, de a hülyeséget lehúzzák az embereket. A hülyeségre. Ki fognak menni az emberek? Nyugodjatok meg! Ki fognak menni az emberek? De ki ám? Ki fognak menni az emberek? Nem kell sokat várni. Nézzétek a cikkeket, nézzétek a híreket, nézzétek, hogy mik történnek, nézzétek, hogy milyen határozatokat hoznak. Már azon is elgondolkodtam, főleg tegnap, hogy a kormányinfóról kaptam videókat, ugye, mert jó gyerek voltam, én ott mindig le vagyok tiltva, Gulyás úr vezette kuplerájba. És már kocsmai hangulat volt. Az, hogy már Gulyás nem tudta uralni az újságírókat, és kocsmai hangulat volt, és bekiabáltak. Az újságíróknak is kezdem teli lenni a hócipőjük. Az újságíróknak. És akkor küldjétek nekem itt a csekjeiteket, hogy mennyivel fizettek többet. Figyeljetek rám egy picit, jó? Egy picit. Ezt azoknak az embereknek is üzenem, akik nem ismerőseim, mégis elküldték, illetve nem rendszerváltósok, és mégis elküldték. Egy picit figyeljetek rám. Július 1-ét, vagy augusztus 1-től hozták be az emelt rezsicsökkentés díjait. 29-én, 30-án, 31-én kint voltunk a Jászai Mari téren és a Margit hídon. Azon a héten több élőben is elmondtam, hogy alkalmunk van megállítani az emelt rezsit számlát, hogyha méltóztatsz kijönni. Most meg küldöd nekem a csekkedet. Most mit csináljak vele? Tanácsom van, add föl. Ez nem azt jelenti, hogy én kihátráltam a te gondodból. Nem. Ez azt jelenti, kedves barátom, hogy te hátráltál ki a saját életedből. Most meg azt várod, hogy ha valamit csináljunk. Mit csináljunk? Mondjátok meg, mit kéne csinálni? Mit? Mondjátok meg, mit kéne csinálni? Adjam föl helyetted? Vagy mit kéne csinálnom? Ott voltunk. Ott voltunk. Pont ezért mondtuk, hogy ne rendelet után menjünk ki. Ne valami ellen menjünk ki, hanem valami mellett. Mi ezt mind elmondtuk. Még két csekket, így is úgy is fel fogsz adni. Hideg lesz. Én elmondtam nektek, hideg lesz, mikor legközelebb utcán leszünk. Hideg lesz. Ott vesz rajtam a zöld kabát, meg a zöld nadrág. Mert a magyar addig nem jó neki, mikor jó idő van. Amikor kényelmesen elvégezheti jó időben a munkáját, az nem jó neki. Neki az kell, hogy fagyoskodjon. Hideg lesz.
November, december környékén lesznek kint az emberek az utcán. Nem lesznek kint előbb az emberek az utcán, majd akkor lesznek kint, amikor eldönti, hogy eszik, vagy fűt, addig nem jönnek ki az emberek az utcára. Elmondtam. Nem, én nem a tömegről beszélek. Nem, a Bálint nem erről a tömegről beszél. Ne keverjük a két dolgot. Ne keverjük a két dolgot. Ott 15-en vannak. Ne keverjük a két dolgot. A Bálint ezt a tömeget akarja. Én mindenkinek elmondom, ha valaki ki szeretne menni, menjen. Menjen. De csoportosan nem viszem ki az embereket, mert elfáradnak. Erre nem viszem ki. Mert erre nem lehet kivinni. Ezt kell végre megérteni. A korszakváltás az nem rendszerváltás. Én folyamatosan rendszerváltásról beszélek. Nem keverem össze korszakváltással. Nem keverem össze. Én nem állok be köpködni még egyszer. Tavaly ugyanezt, ugyanezek az emberek, ugyanezek a vezetők velünk megcsinálták. Leamortizáltak bennünket. Örültük, hogyha túlléljük a szégyent. Örüljük. Köszönjük még egyszer, ebből nem kérünk. Mert tavaly megsínlette mind a két csoport, mind a Zsuzsáé, mind az enyém. Megsínlették. És cáfolom azokat a híreket, hogy én Farda Zsuzsával rosszba lennék. Cáfolom ezeket a híreket, de szerintem a Zsuzsa is meg fogja erősíteni. És akkor még egy dolog, mert itt elindultunk megint egy olyan úton, ami megint megy a köpködés felé. És hogyha valaki nem hajlandó meghallani azt, amit én mondok, vagy amit én kérek tőle, akkor megismétlem még egyszer ugyanabban a hangban, mert nem kiabáltam a legutolsó videón, bárki bármit állít, nem kiabáltam. Ha én kiabálok, azt úgyis meghalljátok, mert van olyan videó, amikor kiabálok, amikor elgurult már gyógyszer. Van olyan. Van. Én Vilcsek Ernőt és Alpár Gyurit arra kértem, hogy vizionálják már föl, hogy ők mit is szeretnének valójában. Mondják már el a nagy érdemű nézőközönségnek, hogy mi az elképzelés, mi az alternatíva. De én tőlem megvédhetik az alaptörvényt, mert ki lehet nevetni ám, hogy az alaptörvény közögileg érvénytelen, ó, ez egy szekta, mondják ők. Mondják ők. És amit mi tolmácsolunk, az alkotmánybírók és alkotmányjogászok szakvéleménye. Nem egyszerű mezei polgármestereké, nem a Bertalan Attila szakvéleménye, az ő szakvéleményük. Kettő. Beszéltek itt jobbra-balra mindenről. Megoldást nem emlegetitek. Nem. Beszéltek, és lelkiismeret nélkül végnézitek embertársaitok kínját. Hogy gyerekek éheznek. Hogy embereket elküldenek. Munkahelyek szűnnek meg. Kilátástalan a jövőképe a magyarnak. Megemelik a rezsit. A gázt. Korlátoznak bennünket a benzinkutakon, és ti csak beszéljtek. Tessék, megadom a lehetőséget. Védd meg az alaptörvényt, védd meg. Ha azt mondod, hogy az alaptörvény az érvényes, akkor védd meg. Kezdjük itt, az alapoknál. Utána meg vizionáljátok, hogy ti mit is szeretnétek, mert a hőbölgésen, meg a nagyképű szövegen kívül még semmit nem hallottam. Semmit, hogy mi a megoldás. Mindeközben a kiabálásotok, meg a gúnyotok mellett embereket lakoltatnak ki a saját leadózott pénzükből megvásárolt házukból, amire ingatlan hitelt, devizahitelt vettek föl. A deviza uzsoráról egy mondatot nem beszéltek. A jogtalanságról egy mondatot nem beszéltek. A semmiről beszéltek folyamatosan. Mondjátok el akkor a nagy érdeműnek, hogy mi a megoldás, ők mit csináljanak. Mert oké, hogy a tüntetés nem jó. Oké. Mi a megoldás? Nekem volt egy kollégám, aki megtanított engem annak idején tartályozni.
tartálykonténert szállítottam ugye hosszú éveken keresztül Hamburgból Konstancába. És a 3 óra oktatása arról szólt, hogy mit ne csináljak. Arról szólt a 3 óra oktatás, megkérdeztem, hogy mondjátok már, hogy kell csinálni, hogy jó legyen. Mert azt már tudom, hogy ne csináljam. 3 órán keresztül ezt mondta. Azt mutasd meg, hogy csináljam, hogy jó legyen. Meg volt 5 perc alatt. Ti is elmondjátok, hogy mi a nem jó. De utat nem mutattok. Én nem az ellenségetek vagyok, mert egy az ellenségünk, amit úgy hívnak, hogy rendszer. Ha elfogadod, Gyurikám, ha nem. De a beszédek ideje már lejárt. Most már tettekre vágyunk. Tehát ha úgy gondolod, hogy az alaptörvény az érvényes, semmi gond nincsen vele, fogadj egy jogászt, aztán védjed meg, aztán utána meg szeretnénk tudni a két polgármesternek a szakvéleményét, hogy mi a kiút. És abban igazat adok, hogy ez a cirkusz, ami ott a Dózsa Györgyön megy, ez egy lejáratás. A magyar nemzet lejáratja a magyar nemzetet. És hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez asszisztálni kell, annak jó utat az útra. És akkor megkérdeztétek, hogy amikor megvolt a tömeg 12-én, 13-án márciusban, akkor miért nem indultunk meg? Február 12-13-ra nyúlik vissza, amikor kint voltunk a Vajdahunyadvárnál, akárki akármit mond, akkor is voltak ENSZ megfigyelők, és 2 darab ENSZ drón, le lehet tagadni, nyugodtan le lehet tagadni, akkor is ott volt, nem volt meg a tömeg. A következő rendezvényt, amikor mi bejelentettük, akkor elutasították a jelenlétüket. Elutasították. És ugyanazt a lépcsőt szerettük volna megjárni, hogy ne tudjanak belekötni, ezért küldtük el, mert ők kérték, nem csak videó formájában, hanem hogy pendrive-ra mentsük le az adatokat. Ők így kérték. Nem én találtam ki innen, ők kérték. Ugyanazt a jogi utat jártuk le, ami le van írva. Lehet tagadni, lehet nyugodtan tagadni. Nyugodtan lehet tagadni, engem ezek nem érdekelnek. Ezek a vádlók nem érdekelnek. De mi azt az utat jártuk, ahogy le van írva lépésről lépésre. Hogyha kihagytunk volna egy lépést, akkor ma le lennénk söpörve. Akkor azt mondták volna, hogy köszönjük szépen, ez érvénytelen volt, mert ezt nem tartottuk be. Mi betartottuk. Az, ami ott le volt írva. Mi azt betartottuk. Márciusban megvolt a tömeg. Utána nem volt meg a tömeg. Azóta se volt annyi ember. De ha még egyszer lenne annyi ember, már rend lenne. Akkor már rend lenne. Tegnap előtti élőm alá valaki beírta, hogy ha átáll a rendőrség, akkor onnantól kezdve elkezdik gyilkolni az embereket. Ebből lett egy rendőrségi ügy, nem is érdekel, hogy ki az író, meg ki nem. Utána megjelentett egy poszt, hogy nem így volt, meg rám akartak enni. Figyelj, haver! Én nem láttam, hogy te hova írtad, de kismillió embertől megkaptam a te hozzáírásodat, és amikor én kimondtam, hogy te ilyen ökör vagy, ilyen agy nélküli medúza, akkor abban a pillanatban a csoportodban korlátoztad a hozzászólás lehetőségét, hogy ne lássa más a ökörségedet, de ekkor már késő volt, mert ki lett fényképezve. A gerinc az meg azért van bent itt, tudod, hogy legyen tartásod, tehát ha valamit kiírsz, akkor te ne a Bertalan Attilára fogjad, hanem írjad ki, hogy gyerekek, ezt kiírtam, ezt vállalom. Csak nem kell, hogy kiírjad, hogy vállalod, mert megvan fotóba.
Mert többen kifényképezték. Hülyének lehet nézni a másikat, csak tudod, mindig az a hülye, az a legnagyobb hülye, aki a másikat hülyének nézi. Az, hogy te a rendszer embere vagy, a rendszer katonája vagy, aztán fész a rendszerváltástól, meg fész a következményektől, az legyen a te problémád. Azért a te problémádért én nem tartom a hátamat, az a te felelősséged legyen. Az nem az én felelősségem, pajtás. Jó? De üzenem, hogy nősülök, üzenem, és a lakodalmi fotósom lehetsz. Jó? Szóval, amit szeretnék kérni tőletek, nyugalomra, higgadságra kérlek benneteket, mert itt fizethettek nagy árat. Az, ami most fog jönni a következő két napba, az nem babazsúr lesz. Úgyhogy higgadságra kérlek benneteket, mert itt még a szabadságoddal is fizethetsz. Tehát úgy posztoljatok ilyen fasságot a tudtom nélkül, meg úgy hozzatok létre ilyen videókat a tudtom nélkül, hogy azért te fizetsz. A te döntésed, hogy kimész vagy nem mész, a te döntésed. Én tudom, hogy mihez adom a nevemet, mihez adom a rendszerváltókat, és mihez mondom azt, hogy menjünk ki. Mert igen, látok benne koncepciót. Itt nincs koncepció. Ez erőtlenné vált. Elfogyott belőle minden, és nincs tovább. Be kell látni, ezt be kellett volna már zárni két nappal ezelőtt. És minden tiszteletem, mert ezt kevesen tudjátok, hogy a traktoros, az nekünk csoporttagunk. Övé minden tiszteletem. Mert ő végigcsinálta. Amit mások nem. Minden tiszteletem a traktorosnak. Meg annak a kollégának, aki őt bevitte. Annak a gépszállítósnak, autószállítósnak, aki bevitte. Le a kalappal előtte. A jellem ötös, mind a kettőnél. Az akaraterő a traktorosnál maximális volt. Megmutatta, hogy megcsinálja. Megmutatta. És ezt mondtam. Változik valamit, ha ott van egy traktor? 10 traktor? 100 traktor? 1000 traktor? 2000 traktor? Változik valamit? Változik? Hívják a katásokat, a katások ott voltak szombaton, balhéztak. A katások voltak az a három ember, aki minden egyes rendezvény a balhét szítja. A futárok közül. Ők minden rendezvényen ott vannak. Nálunk is itt voltak. Csak lettek kezelve. Mert mi előtte végignéztük azokat az élő videókat, ami a katatüntetésen volt, végignéztük azokat, hogy kik voltak a hőbölgők, és pillanatok alatt tudtuk őket azonosítani. És már két ember rát, és abba a pillanatban a probléma megoldódott. Meg sem mert szólalni. Csak ezt le kellett szervezni. Várjuk a tanárokat, várunk mindenkit, de nem jön senki se. Az, hogy visznek ki ételt, le a kalappal az emberek előtt. Mi is kaptunk tavaly, azt hiszem egyszer vagy kétszer, amikor még közösen volt ezekkel a köpködőkkel a rendezvény, ott is ugyanez volt a probléma. Mindenki akart lenni, a főnök, mindenki, csak azt felejtették el, hogy ez egy más által életre hívott rendezvény volt. Mert még egyszer is mondom, a tavalyi rendezvényt, az Farda Zsuzsanna, a Szabadon Együtt csoport, és Bertan Attila, a rendszerváltók csoport találkozójának lett meghirdetve. És akkor kitaláltuk, hogy átmegyünk 31-én. A nővérek mellé. Aztán szembesültünk, hogy a statiszták vannak, nem nővérek. Aztán mi visszajöttünk, és ránk telepedtek. Mert akkor kellett volna őket onnan kivezetni. De gondolom, hogy Zsuzsa ezt ugyanezt meg fogja mondani. És azt abban is ki fog állni, hogy mi nem vagyunk haragba. Legalábbis én nem tudok róla, hogy mi haragba lennénk. Oda beszivárogtak sajnos olyan adminok, akikkel nem tudtam azonosulni, és Zsuzsa ezt nagyon jól tudja. De ez volt a probléma. Pont. Azt hiszem, azóta rendet rakott, de közöttünk nincsen gond, meg nincsen vita.
Nem tudom, hogy miért kell ilyeneket kiírogatni. A népszerűségedért, kis barátom, ne a Berton Attilát. Berton Attila tartja életbe az élőknek a 99%-át, meg a csoportok 80%-át, mert nincsen más téma, csak a Berton Attila. Nem gondoltátok, hogy ez kurva unalmas kezd lenni? Nekem nem, mert nekem reklám, semmi gondom nincsen vele. Még a negatív reklám is reklám. Egy eszme van, gyerekek. Egy eszme. Ezt tagadjátok meg, a valós és tényleges rendszerváltás, és futkároztok ide, mint a töketlen kutya? Hát nem megbeszéltük már, hogy mit kell csinálni? Ennek az eszmének hátat fordítasz, mert valaki kint van az utcán? És akkor megkérdezem tőled, kedves toborzó, valamennyi ötöktől, hogy mi a faszért nem vagytok még kint az utcán? Miért nem mutatjátok meg magatokat a Dózsa György utcán? Csohó, itt vagyok! Nem fasságokat, meg toborzó szövegeket, meg barom videókat kell csinálni. Ki kell menni? Arany barátom, ott vannak kint az emberek az utcán, miért nem mész ki? Ja, mert lusta vagy, mint a dög, bazd meg, azért. Meg a fasságra van eszed. Azért. Azért nem mész ki az utcára. Megvárod, míg majd a többi megy. Én minden egyes rendezvényen, amit idáig tartottunk, én mindig ott aludtam. Én nem mászkáltam el haza. Most is ott aludtam sátorban, amikor megöntöztek bennünket. Ott aludtam. Minden egyes rendezvényen ott aludtam. Nem elmentem. Veled ellentétbe. Mert bagzik a kecském, meg tojnak a tyúkok. Nálam is tojnak, hidd el. Akkor is letoljik a tyúk, hogyha én nem vagyok otthon. Biztos vagyok benne. Amiben viszont nem csalódtam, és akkor mondok jó hírt, a rendszerváltó közössége a legfelkészültebb közösség aki tartalékokat képzett élelmiszerből, és aki jó eséllyel egymás segítségével túléli azt, amiben nagyon sokan és nagyon sok embernek a bicskája bele fog törni. Ez nem az én érdemem. Én hosszú hónapokkal a válság előtt figyelmeztettelek, hogy mi lesz. Tagadtátok? Nem ti? Nagyon-nagyon sokan. Aztán, amikor azt mondtam, hogy itt nem csak gazdasági, hanem pénzügyi válság lesz, és most már 430 forintnál szárnyal ugye a svájci frank, akkor mindenki ráébredt, hogy nem mondok baromságot. Mindenki ráébredt. De olyan tartalékokat küldtök meg fényképen, nem csak a hűtőre gondolok, nem csak a hűtőre, ami le van fagyasztva, ami bizalomra ad okot. És nem egy ember küldi, voltam én is olyan családnál Körmenden, amiki még én is le voltam döbbenve. Olyan, mert szót fogadtak és elhitték. És szerintem egyik se bánta meg, főleg a mai árakat nézve. És ma közé tettem egy hírt, hogy háború ide vagy oda, sehol a világon, nincs olyan infláció, illetve sehol Európában nincs olyan áremelkedés, mint a magyarnál. Sehol. Úgy, hogy nálunk nincs háború. Nálunk államcsőd van. Nálunk nincs háború.
És tudjátok, ezek a nagy élőzők. Mindegy, hogy kiről beszélek. Nem fogok nevet említeni, de az összesről. Hintitek a fasságot, egymást gúnyoljátok. Minden egyes rendezvényt leszóltok, legyen az a rendszerváltók, legyen az bárki, bárki van az utcán, jön a polgárháború, jaj, titkosszolgálati ügynök, jaj, fideszes, hú, ezt halljuk. Mindeközben az állam, bácsi, kedves élőzők, tőletek is megint ellopott 715 milliárd forintot, hogy megvegye a Vodafone nevű telefontársaság 49%-ának megfelelő részesedését, barmok. Ezt a 715 milliárd forintot szét lehetett volna osztani béremelésre a tanároknál. A kórházokban lehetett volna WC papír, bazd meg, ha nem okáltad volna a szart az elmúlt 365 napba. Tudod? Ha egy időben, egy helyen egyszerre ott lettél volna, már megállítottuk volna őket. Nem, de az egóval nem bírtok. Tudjátok, mi szüli az egót? Nagy élőzők, a félelem. Megmondtam, hogy a rendszerváltók és Bertalan Attila nélkül ebbe az országban nem lesz rendszerváltás. Nélkülünk ezt nem fogják. Mondhatjátok, hogy nagyképű vagyok. Mondjátok. Itt hátam mögött elfér. Ott vagytok, ott is maradtok. Elfér. Az eddigi 365 napotok egyenlő a nullával. Ugyanott tartotok, mint tavaly, amit csináltatok velünk a Vajdahunyad várnál. Ez a tükröt én tartom elétek. Ez a saját képetek. Ugyanott tartotok. Az állam azt csinál veletek, amit akar. Mert ilyen fasságra adjátok magatokat. Ilyen fasságra. El lehet rajta gondolkodni. El lehet. Hogy mennyi törvénytervezetet, meg hány ezer milliárdot megspórolhattunk volna azon, hogyha elfogadtátok volna azt, hogy egy időben, egy helyen egyszerre. Nem az én személyemet kellett volna elfogadni. Nem. Hanem az ország érdekeit kellett volna nézni, az ellentéteket meg félrelakni, aztán kimenni együtt az utcára. És én erre megadtam nektek a lehetőséget. És ti basztátok hátamba a kést. Bezony. És ezt ne felejtsétek. Köpködhettek rám, csinálhattok rólam élőket, meg csoportokat, meg a tököm tudja mit. Csak egyet ne felejtsetek, hogy a tények, azok tények maradnak. És újabb 715 milliárdot fizetünk államcsőd idején. 710. Mert ő nekik most Lölőkének még nincsen telefontársasága. Lölőké. Nemzetközi telefontársasága. Ugye, ami a... Hú, valami tévétársaságot is megvett. Mi az? Mert hogy van egy baromságot? UPC. Mert tudjátok, van ez a UCC. Tudjátok, az is van. Ott is valami elmerodjantak vannak. Ahogy szerint nincsen kormány, nincsen bank, nincs semmi. Én nem tudom. Nem tudom, akármelyik városban melyek, mindenki van írva. Bank. Kereskedelmi és hitelbank. Nem tudom, de most vagy én vagyok hülye, vagy azok az épületeket csak oda vetítik elém. Na, most megveszük a Vodafont. Ugye? Ott a UPC-t. Az. Azt veszük meg. Mert ugye a UPC-t megvette a Voda. A is hozzánk tartozik. Mert ez úgy hiányzott, mint Sántának a pup. Vagy a Lufiárusnak a nyílzápor. Az. Szóval rátok büszke vagyok. Ezzel a közösséggel lehet építkezni. Viszont aki azt állítja, hogy Orbán Szabó Bálintól fél, az tovább ne politizáljon. Mert az nem látja, hogy mi miért van. Az nem látja. És annak fogalma sincs a politikáról, meg a törvényhozásról. Úgyhogy örülnék neki, hogyha elkezdenétek gondolkodni. Mert még egyszer is elmondom. Itt egy hely lesz,
az utca. Mi nem megyünk tüntetni, mert eddig sem tüntettünk. Mi nem megyünk tüntetni. És akkor ami a legfontosabb és a legnagyobb kritika. Mindig azt mondjátok, hogy a hatalomtól kérünk engedélyt. Nem, nem a hatalomtól kérünk engedélyt, amikor bejelentünk egy rendezvényt. Nem a hatalomtól kérünk engedélyt. Ez egy akkor egy baromság, ugyanis a 89-es ideiglenes alkotmány értelmében is volt gyülekezési jog. Mi azért kérünk, azért jelentjük be, hogyha bennünket atrocitásért bennünket védjenek. A provokátorokkal szembe. Mert minden egyes rendezvényen vannak provokátorok. Nálunk egyetlen egy embert kellett kivezetni eddig. A másikat figyelmeztették, aztán mégse figyelmeztették, mert nem úgy volt. Nem úgy volt, mondta a drónpilóta, hogy nem úgy volt. Drónpilóta néni mondta, hogy ez nem úgy volt, hogy ahogy mi elmondtuk. Ott a rendőr is visszaigazott, hogy úgy van, ahogy mi mondjuk, de ők nem úgy látták, nem tudom melyik filmet nézték, de nem úgy látták. Nem tudom melyik filmet nézték. Ja, meg panasszal is étek állítólag, de hát az ott is végezte a panasz. De valahogy éppen ezeket a magukat újságírónak mondó senkiháziakat egyetlen egy kormányülésen nem látom kérdezni, vagy meghívottként, vagy beléptetőkártyával, minek hívják, újságírói kártyájukkal, nem nagyon látom ott őket. Pedig ha nekem lenne újságírói kártyám, ugye, akkor bemennék ám én oda. Kérdeznék ám én a Gulyástól, és nekem nincs újságírói kártyám. Ilyen egyszerű. Na, ott mutassátok meg az újságírói kártyátokat. Én nem mutatjátok meg. Na, mi ezért jelentjük be. Mi nem engedélyt kérünk. Az egy dolog, hogy engedélyezik. A sátornál is egy botrány volt, mert nem volt bejelentve. És én senkit nem akarok már bírálni, mert ebbe belefáradtam, gyerekek. Belefáradtam ebbe egyfolytában a köpködésbe. Ezt már elmondtam nektek. Ez most nem erről szólt, ez arról szólt, hogy vigyázzatok magatokra, mert szombaton akár, meg pénteken akár börtönbe is kerülhettek. A saját szabadságoddal játszó. És ha téged bevisznek, tudod, mi lesz a szégyen? Én elmondom neked, az nem szégyen, hogy ész nélkül oda mentél, aztán bevittek. Az nem szégyen. Megint egyel kevesebben leszünk. Vagy 10-zel, vagy 100-zal. És tudod, mi lesz a szégyen? Hogy ilyen fasság miatt előbb-utóbb mindenki beletörődik ebbe a rendszerbe. És a te fasságod miatt az én gyerekem rabszolgaláncon lesz. Mind a három lányom. Úgyhogy, ha megkérlek, de az én gyerekem jövőjével ne játsszál. Maradjak picsádon otthon, ha már gondolkodni nem tudsz, akkor ülj rá az eszedre, azonnal, aztán nézd meg, hogy mi lesz ott. Utána gondolkodjál. Ha meg nem tudsz gondolkodni, akkor nyugodtan menjél ki, akkor nem érdekel. De a következményeket te vállalod. És az erőszakhoz nem fogom adni a nevemet. És nem fogok kivizényelni benneteket, hogy a rendőrre álljunk szembe, amikor tudjuk, hogy jogtalan lesz oda menni. Hiába van bírósági végzés, jelenleg van ellene egy rendelet. Pont. Ennyi történt. Nem szűnt meg a demokrácia, csak az időjárás közbeszólt az augusztus 20-án, meg volt két felelősségteljes ember, aki úgy gondolta, hogy az emberek biztonsága az előrébb való, mint az augusztus 20-ai gicsparádé. Ez a két ember az állásával játszott. El is veszítették. Politikai nyomása persze, de nem szólnak bele, nincsen politikai nyomás. Ezen gondolkodjatok el. Ezen. Vigyázzatok nagyon magatokra. Ha van valami, úgyis jövök. Ha olyan váratlan esemény van, úgyis jövök. Ezt úgyis tudjátok.
De ne basszuk el most egymás idejét, ne basszuk el azt a lehetőséget, hogy szabadon éljünk, azért, mert valaki hülyeségre büzdít benneteket. És tudjátok, mi az érdekes? Még egy dolgot azért megkérdezek tőletek. Mindig azt mondtátok, hogy a vér, addig itt nincsen még a vér. Miért nem vagytok kint, Bálint mellett? Miért nem vagytok kint? Be van jelentve, tessék, ott azt lehet csinálni, de akartok, nem láttátok, hogy az elmúlt 5 napban egymást gyilkolták? Miért nem mentetek oda egymást gyilkolni? A vér, a szijázat, meg a radikalizmus, meg békésen nem megy. Dehogy nem megy. Hogy nem menne? Meg se próbálod. És akkor ott volt a Telegram csoport, amiből kiléptem, mert rájöttem, hogy milyen dolog. Azt mondtátok, hogy bizonyítsam. Bizonyítottam, hogy milyen dolog. Hát elvitték az embert. Ráadásul fölbújtásért egy olyan embert is vádolnak, aki valamikor rendszerváltós volt, csak megkeveredett. Hölgyikéről beszélünk. Hölgyikéről, akinek a testvére katona. Őt vádolják fölbújtásért. Normális? Gizi? Mikor elmondtam, hogy figyelnek mindent. Diktatúrát élünk. Normális? Van még ez a Telegram csoport? Csönd van? Meg sem mernek szólalni. Egyik se voltam kint augusztus 20-án a nagy hangúak közül. Na ennyit a radikális erőkről, gyerekek. Nincs, nulla, zéro, nem létezik. Otthon, fotelben, klaviatúr előtt van. Máshol nincs. Nincs. Jó étvágyat kívánok a vacsorához. Pihenjetek, gondolkodjatok. Kicsit nyugodjatok meg, mert látom, hogy paprikás a hangulat. És még egy kérdést akarok hozzátok intézni, egy házi feladatként, mielőtt elköszönök. Ha szembeállsz 26-án, 27-én a rendőrre, atrocitásra kerül sor. Hogy akarsz a rendőr nélkül rendszert váltani? Ezt majd írjátok meg. Meg a katona nélkül rendszert váltani. Ki fogja letartóztatni Orbánékat? Majd te? Ugye viccesz? Elmondtam, hogy mi a menete, kikkel kell leülni, kik azok az emberek, akiket meg kell keresni. Ha te ezt nem értetted meg, akkor nem velem van a baj. Tehát ezt egyszer szembeállsz a rendőrre, egyszer, ezt az egész rendezvényt, az egész rendszerváltást leúszhatjuk a WC-n. Így gondolkodjatok el rajta. Hogyha már egyszer rendszerváltásról beszélsz, akkor csináld úgy, ahogy lehet, és ne úgy, ahogy tudod. Kettő között óriási különbség van. Mert itt egymás életével játszunk. Ha tetszik, ha nem. És itt egy komplett nemzetet viszel bele a sírba. Komplett nemzetet viszel bele a sírba. Vagy pedig éppen onnan húzott ki. Jelen pillanat benne vagyunk a sírba. Az rajtad múlik. Vagy ránk dobják el a földet, vagy kimászunk belőle. Nem rajtam. Szép estét. Szép álmokat. Fel a fejjel, ki a mellel. Gyáva ember, aki nem mer. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Kívánok továbbra is jó egészséget nektek, illetve valamennyi ötök családjának. Isten veletek, sziasztok!